Szevasz, Miki. Figyelj, van egy kis gond. Figyelj, te mit keresel még mindig? Itt már rég az építkezésen kellene lenni. Most erről van szó. Pater nem adta kölcsön a Verdát. Mi az, hogy nem adta kölcsön? Miért nem adta kölcsön? Állítólag a fékkel valami gond van. És akkor most én mit csináljak? Hívjak neked egy taxit? Nem, ott a kocsit kéne. Hát ez csoda vicces. Ilyeskedj már, Roberto kint vár a telepen, most menjek oda busszal. Ide figyelj, felőlem akár röpülhetsz is, de az én autómat felejtsd el. Jó, miért? Azért, mert nem kapod meg. Pláne nem, hogy lopni menj vele. Te kölcsökérép? Klaudiáért? Ide figyelj, egy egész heted volt arra, hogy megszervezd ezt a rohadt akciót, ennyi idő alatt egy szaros kocsit nem tudtál szerezni. Jó, bocsánat, elszúrtam. De most vagy ide adod, vagy lefújhatjuk az egész akciót. Na tessék, ide figyelj, ha csak egy picike karcolás is lesz rajta, akkor jobban teszed, hogyha a kerekek alá fekszel, megértetted? Kösz szépen, örülök, hogy ennyire aggódsz. Na, megyek, sírtak. Géza, már is végeztetek? Persze, minden rendben volt. Figyelj csak, a Roberto már is vitte a cuccot a raktárba. Oké. Nem látott meg senki? De ilyenkor, ha. És az őr? Az őr szúnyát. Én a helyedben ki is rúgnám, hogyha ennek az egésznek vége van. Figyelj, tőle az egész tálkát elvihetnénk. Oké. Figyelj, az autóban minden rendben van? Basszus kulcs. Figyelj, kihagytam. Mi van? Csak hülyeskedek. Tessék itt a kulcs. De figyelj, egyszer valaki nagyon meg fog verni, és nem bírtam a rendeszközöm. Ne haragudj, ezt nem bírtam kihagyni.